A magyar ifjúsági konferencia 1999 óta a legmagasabb érdekképviseleti fóruma a magyar fiataloknak szerte a Kárpát-medencében. Jelenleg 45 tagszervezettel működik 9 régióban. November 25-én közgyűlést tartottak a Csillagerődben, melyre a tagszervezetek vezetőit várták. Az a hagyomány immáron 24 éve, hogy minden évben egy közgyűlés határon túl valósul meg, egy pedig itt az anyaországban. És mindig az előző közgyűlés dönt a következő helyszínéről, és legutóbb májusban Szabadkán volt közgyűlése a szervezetnek, ahol az a megtiszteltetésért, hogy engem is alelnöknek választottak, és ott született meg az a döntés, hogy a következő közgyűlés az most itt novemberben Komáromban fog megvalósulni. Alapvetőleg vannak szervezeti ügyek, tehát itt mindig dönteni kell pénzügyi beszámolóról, költségvetésről, a következő időszak működéséről és prioritásairól, mint szervezet, de nyilván van abban egy óriási felelősség, hogy Kárpát-medence minden pontjáról összegyűltek az ifjúsági szervezetek vezetői, és minden közgyűlés elfogad egy zárónyilatkozatot, amely reflektál a magyar fiatalokat érő jelenlegi kihívásokra, és elmondja, hogy mi a fiatalok álláspontja a különböző közéleti kérdésekben. A konferencián köszöntőt mondott dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere, Keszeg Béla, Észak-Komárom polgármestere, Szunyiné dr. Bertala Judit kormánybiztos, országgyűlési képviselő, Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, Nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár, valamint Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. A köszöntők után átadták a Magyar Ifjúsági Konferenciáért díjakat, amelyet idén Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, és Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója vehettek át. Tulajdonképpen már csütörtökön elkezdődött a program, amikor vártuk a vendégeinket, egy kis felvidéki kiruccanásra is meg tudták nézni Észak-Komáromot és a Martosi Eszterházi Akadémiát és Népfőiskolát. Aztán pedig a pénteki napon egész napos szakmai előadások voltak az ifjúság szakma különböző szereplői által. A szombati nap a közgyűlésé. A konferenciának a közgyűlés része után pedig egy bál is megrendezésre kerül, ahol a Magyar Ifjúsági Konferencia tagszervezetének képviselői mellett a komáromi fiatalokat is meghívtuk, és a komáromi fiatalok által alkotott civil közösségeket is. Holnap pedig egy istentisztelettel zárul a program a Komáromi Református templomba, becsatlakozunk Máté László gyülekezetéhez.